A Baktalórendházi Degenfeld kastély legutóbb tüdőszanatóriumként működött, az elmúlt két évtizedben viszont üresen állt a hozzá tartozó 12 hektáros parkban. Európai Uniós forrásnak és kormányzati támogatásnak köszönhetően 588 millió forintos beruházás eredményeként egy olyan múzeumot alakítottak ki a kastélyban, amely innovatív technikai megoldások segítségével hívja időutazásra a látogatókat. Sikerült Baktalórendházának egy olyan létesítményt megvalósítania, amely minden ide látogató, minden környékbeli számára vonzó lehet, legyen az akár fiatal, idős, minden korosztály számára a Kastély Múzeum látványosságot tud nyújtani, egyedi látványosságokat, érdekességeket a hagyományos múzeumi funkcióktól eltérően is. A megyei közgyűlés elnöke a felújítás folytatásának lehetőségéről is szólt az átadó ünnepségen. Látjuk a továbbfejlesztés lehetőségeit is. Biztos vagyok benne, hogy akár a TOP-nak, akár más ágazati operatív programoknak, akár határmenti együttműködési programoknak újabb szép eredményeinkkel büszkélkedhetünk itt a közeljövőben, hiszen bár nagyon értékes és fontos ez a kastély, a kertje az legalább olyan értékes és fontos volt, a kertet is még. Ugyan történtek a kastély környezetében felújítások, de a kerttel is, még a parkkal is foglalkozni kell a közeljövőben. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint a megye egyik turisztikai vonzereje lehet a Kastély Múzeum. A kultúra közvetítésében is nagy szerepe van. Be kell illeszteni Szabolcs-Szatmárberg megye turisztikai térképébe, szolgáltatásába, és azt gondolom, hogy egy olyan fénypontja lehet ennek a megyének, ami tovább folytatódik, és akár az Andrássy kastélyról beszélünk, akár a Jékely Kúriáról beszélünk, vagy azokról a kastélyprogramokról, amelyek megvalósultak már, és reményeink szerint meg fognak még ebbe a megyébe valósulni. A felújított épületben 14 állandó és 4 időszaki kiállítás várja majd jövő év márciusától a látogatókat, de klasszikus zenei koncerteknek, kórus találkozóknak és szakmai fórumoknak is otthont ad majd a Kastély Múzeum.